Az Iker Agrár Kft. Az ország második legnagyobb mezőgazdasági importanyag forgalmazó vállalata. Műtrágyából éves szinten mintegy 35 milliárd forintot értékesítenek, ez 25%-os piaci részesedést jelent. A növényvédőszer forgalmuk is jelentős, az éves szintű 19 milliárd forintos bevétel 19%-os piaci részt jelent. Vetőmagból közel 12 milliárd forintnak megfelelő árut értékesítenek. Növényfajonként 10 és 25% közötti piaci részesedés jelent ez a cég számára. Éves szinten mintegy 700 tonna terményt vásárolunk fel. Országos infrastruktúrával rendelkezünk, tehát van 34 telephelyünk, ez egy területi központok, műtrágyaüzemek, termelőüzemek, és van három leányvállalatunk, három termelő leányvállalatunk is, amely vállalatok összességében mintegy 5600 hektáron szántóföldi növénytermesztést folytatnak, illetve hizalunk éves szinten egy 18-20 ezer sertést is. Hajdunánás, Baja, Kecskemét és a dunántúli Sárvár vagy Marcali mellett Demecserben is rendelkeznek telephellyel. Itt 2017 nyarán kezdték el az új növényvédőszer raktár építését, amelyet a napokban fejeztek be. Az elmúlt évek folyamatos növekedése következtében a régi növényvédőszer raktárat kinőttük, ami szükségessé tette egy új, modernebb, a mai korigényeinek megfelelő raktár építését. Ez az új raktár egy 500 négyzetméteres alapterületen helyezkedik el, gyakorlatilag temperáló fűtéssel, polcrendszerrel szerelt, ami lehetővé teszi a növényvédőszerek téri tárolását is. Az új raktárépületet partner találkozóval egybekötött rendezvényen adták át, amelyen több mint 150 vendég vett részt.